Ha szeretnéd a kedvenc játékaidat olcsóbban megvásárolni, akkor látogass el a g2a.com oldalára, link a leírásban. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy elég érdekes játékot fogunk kipróbálni. Volt egy bizonyos úriember, Sam Hogan, aki úgy gondolta, hogy a Minecraft kockákkal túl unalmas. Úgyhogy ezért 24 óra alatt programozott egy olyan játékot, ami félig meddig Minecraft, de nincsenek benne blokkok. És itt is vagyunk igazából a főképernyőjén. Ide be lehetne írni valamilyen számot, hogy legenerálja, de hát inkább nem egyébként, mert kipróbáltam és kifagy. Így is van egy kis esélye annak amúgy, hogy szétfagy az egész játék, mert nyilván 24 óra alatt azért nincs nagyon optimalizálva ez a cucc. Szóval itt is vagyunk, beléptünk magába a játékba, és zuhan a karakterünk. Oké, ahogy látjátok, egy elég érdekes területre dobott le minket ez az egész, és tényleg van egy karakterünk, amit sajnálatos módon nem tudok megmutatni mert nincsen külső nézet, de olyan, mintha valami babok lennénk, vagy nem is tudom igazából, és van egy crosshairünk, ott a képernyő közepén, ott az a kis kör, igazából az a célkeresztünk úgymond, és ahogy látjátok, tényleg egy ilyen Minecraft stílusú játék ez az egész, hogyha mondjuk modolnánk egy kicsit a játékot, mármint ugye a Minecraftot, akkor létre tudnánk hozni konkrétan egy ilyen világot. Csak hát itt ugye annyi a különbség, hogy ez egy tök más játék, de ugyanúgy ide tudunk jönni, és hát igazából annyi különbséggel, hogy jobb klikket kell nyomni, de ki törni a blokkokat. És ö, elég érdekes módon tűnnek el egyébként. Szóval ilyen, ilyen lyukakat tudunk csinálni így a játékban, ami, ami egy ideig elég satisfying, meg szórakoztató lehet. És látjátok, hogy milyen hatótávja van a kezünknek? Tehát, hogy konkrétan nem is tudom, szerintem egy ilyen 50 méter hosszú lyukat tudtam most csinálni. És ugyanúgy vannak fák, hegyek, igazából bajomok, tehát, hogy itt most a homokot láthatjátok, itt van víz. Nyilván itt nem nagyon fogunk tudni, vagy hát te, el tudtunk merülni. Lol, eddig még olyan víz nem volt, ahol el tudtam volna merülni, na mindegy. És a, a grafika, hát az arról inkább ne eltsünk szót, azért lehet tudni, hogy ez egy nagyon, nem az, hogy gyorsan, de hogy nem egy alaposan összedobott gém, hanem tényleg csak egy ilyen fan cucc, tehát igazából lehet benne ugrálni, ilyen, nem tudom, low gravitation mint ahogy látjátok, tehát hogy nincsenek olyan túlzottan nagy gravitációs hatások, de maga egyébként ez a shaders megjelenés, nem? Tehát ez ilyen shaders-szerű cucc, olyan, mintha lenne blőrözve is játék, meg ilyesmi, Nekem nagyon-nagyon tetszik, és láttok egy ilyen minimális inventory is ott az alsó részem. Igazából ott tudjuk választani azt, hogy milyen blokkokat használjunk. Na már most az, hogyha váltogatom, az annyira nem látszik egyébként, és nem is görgővel kell váltani, hanem az 1, 2, 3, 4 -jel. És ugye, mint mondtam, jobb kell tudunk, úristen, ilyen nagyon-nagyon kis satisfying lyukokat csinálni, de hogyha mondjuk a balklikkelünk, akkor tudunk építeni is. És uh, tudunk egyébként magunk alatt is építeni. Tehát ez, ez ugyanolyan, nagyjából ugyanolyan mechanikákkal működik, mint a Minecraft. Tekintve, hogyha mondjuk ide kiépítek valamit, és uh, így lehúzom, akkor ugyanúgy megáll. És ez szerintem nagyon brutálisan jól néz ki. Tehát mondjuk egy A betűt akarok csinálni, akkor... Uh, kicsikét jobb művészeti lélekkel kell megáldva lenni, de, de úgy nagyjából sikerült. Tehát, hogy én látom nagyjából az albetűt, kicsit tudunk így korrigálni is rajta, ugye, hogyha jobb klikkelgetünk, ha bal klikkelgetünk, akkor pedig visszaállítjuk. Tehát én azt szeretném ezzel így nagyjából mondani, hogy a kreativitásatokat ebben is valamilyen szinten ki tudjátok élni. Tehát, hogy kicsit ugye nyilván másképp működik, mint a normális játék, de itt is ugyanúgy lehet mondjuk házat építeni, tehát most ugye húzom fel a falat, vagyis inkább csak próbálom. Lehet egyébként, hogy egy picit több idő, és több koncentrálást, meg pontosságot igényel, viszont a végeredménye szerintem nagyon-nagyon jó, és tök mókás amúgy az, az, egész, tehát el lehet vele azért lenni. Hát ilyen range vannak ugye, hogy hova teszi le ezeket, tehát hogy akárhova ugye nyilván nem teszi, ahogy látjátok. És akkor mondjuk így, hát megvan a házunk Falának nagyjából a fele. Nyilván most berendezni nem tudjuk, vagy ilyesmi, de attól függetlenül tényleg jól el lehet vele lenni. Hogyha ezt így befedem, akkor várj még egy kis klik, mert nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. És akkor, hát mondjuk van egy barlangunk, nem? Tehát, hogy azt is lehet mondani, hogy itt van egy, egy ilyen kis barlang. És egyébként generálódhatnak ilyen, nem tudom, bányaszerű elemek is, hogy úgy mondjam. Nyilván ércek nem lesznek benne, tehát ahogy látod, itt nincs semmi érc, viszont ezeket nem én csináltam, ezeket a lyukakat, ezek alapvetően itt voltak, lehet benne mászkálni, stb. stb. És uh, itt van ez a rész, ami hát igazából kidob téged a pályáról. És ez azért, hát hogy mondjam, kellemetlen, hogyha kidob téged, mert... Uh, nem fogsz tudni visszajönni, de ezt majd a videó végén fogom megmutatni, és igazából nyilván vannak bugok, tehát most belementem a falba, és igazából látszik a fél map, úgyhogy egyébként nem kéne látszódjon. De most csináltam egy lyukat, és szépen, hogyha nyomom a... Ó. Oh. Na hát ezt nem akartam, ugye, hogy kiessünk, de hát akkor most megmutatom. Tehát így esünk ki a világból, és sajnos módon nem fogunk tudni visszatérni, escape egy nyomom, nincs escape, és igazából semmi nincs, szóval ez gatya. Alt F4. Folyamatosan egy másik generálásba fog dobálni, meg ilyesmi, de ezzel nem kell foglalkozni, mert ez tényleg nem egy olyan játék, amivel hosszú távon lehet azért játszani, hanem csak így kipróbálod, jól szórakozol rajta egy picit, és így nagyjából ennyi. Tehát például most igazából csináltam volna egy metrót is, mert <laughs> itt a hegybe konkrétan vágtam egy hatalmas lyukat. Én nekem csak tényleg azért tetszik ez az egész, mert így ahogy nyomom a jobb klikket folyamatosan, olyan satisfying érzés ez a cucc, hogy ez tényleg így megéri kipróbálni, egyébként majd ott lesz a letöltési link a leírásban, tehát nem kell aggódni, és a készítőnek is a, az elérhetősége. Megéri követni amúgy őt is, mert ahogy láttam, ő folyamatosan játékokkal foglalkozik, tehát ilyen játék és lehet, hogy tudtok tőle nézni egy-két jó kis gémet, amivel úgy el tudtok lenni. Na, ugye a követ azt hiszem még nem mutattam be. Ja, de, de, de a követ bemutattam, bocs, a követ bemutattam. Viszont tudtok hát valamilyen szinten egy fát is építeni, mert ez, ez amúgy fa. Ez a, ez a hármas, csak hát nem pont úgy néz ki, mint ahogy azt mi szeretnénk. És ha rámegyünk a négyesre, akkor pedig egy ilyen kis lombozat is létrejöhet. Uh, hát ezt szerintem nem nagyon részletezném, hogy mire sikeredett, szerintem mindenki tudja. A vizet is el lehet tüntetni, viszont hogyha kiszedjük a talajt, akkor ugyanúgy ott lesz, csak lehet, hogy egy picit buggol. Sőt, nem egy picit, hanem nagyon buggol. Ja, és ez most csak ilyen kis vékonyka víz? Úristen, az egy generálás hiba, nem baj. Szerintem a lényeget látjátok, hogy miért <laughs> ilyen kis mókás az, az egész. Na minden srácok, szerintem ennyi lett volna ez a videó, csak egy gyorsan be akartam nektek mutatni ezt a kis játékot, hogyha van kedvetek, akkor mindenféleképpen próbáljátok ki, mert szerintem egy néhány percig azért el lehet vele szórakozni, meg ilyen érdekes kis generálásokat is meg lehet nézni, meg hogyha van türelmetek, akkor építeni is tudtok valamit, csak ki kell tapasztalni, hogy nagyjából mi hogyan működik. Úgyhogy ennyi lett volna tényleg, köszönöm szépen nektek a figyelmet, Találkozunk legközelebb, sziasztok! Ha szeretnéd te is menő áldárkos termékeket, akkor látogass el a Trollshop oldalára, link a leírásban.